A tokai lepke kiállításon egy-két órára a látogatók a trópusokon is érezhetik magukat, hiszen a tárlaton olyan egzotikus fajokat és élőlényeket ismerhetnek meg az érdeklődők, amelyek nem őshonosak hazánkban. De Zavodnyik János a kiállítás tulajdonosa olyan élőhelyekre repít el bennünket a tárlat vezetésével, amelyeket esetleg csak filmeken láthattunk. Az ország legnagyobb lepke kiállítása tokajban található. Zavodnyik János a kiállításon a közel 3700 trópusi lepke, és a több mint ezer darab hazai és külföldi ásvány mellett tengeri herkendjük, rovarok, élősáskák, valamint teknős etetés is várja a látogatókat élményszerű tárlatvezetés keretében mindenképpen tematikusan állítottuk be, ugye amikor beérkezünk az ajtóba, ott az látható, ahogy megkapjuk a lepkéket, illetve a preparálás folyamata, illetve ugye a lepkéknek a részei, illetve a biológiai felépítésük. Ezzel után, ha bejövünk, akkor ott a rovarokkal, bogarakkal, fehér lepkékkel, illetve egy pár tengeri herkentyűvel és európai preparátummal találkozunk ha ott beljebb akkor ott a fehér lepkékkel, illetve ugye az éjszakai lepkefajokkal, és illetve a hátsó szobából csak a nappali lepkék láthatóak, itt a pillangók és a tarka lepkék tekinthetőek meg, illetve az udvarról ugye az ásvány kiállítás nyílik, ott is ugye az éjszakai, vagy sötétbe megvilágított ásványok is nagy kedvencek, ezek az UV-fényre aktiválják magukat. Nagyon sokan örülnek, hogy a félelmüket itt le tudják küzdeni. Nem adunk olyan élőlényt a kezükbe, ami veszélyes, bánt vagy harap. Egyébként a gyerekeknek legtöbb esetben az élőlények jönnek be. A lepkéknek is nagyon tetszenek, nekik róluk is sok fényképet szoktak csinálni, viszont az igazi boldogság akkor látszik az arcukon, hogyha az élőlények előkerülnek. Ilyenek akár ugye az élő lepkéket is nagyon szeretik, a sáskákat is, de a nagy kedvenc az a szakállasagáma, illetve ugye a végén a teknősetetés, hát az, az szinte majdnem mondom, hogy mindent visz, ugye ott ő nyers hallal etetjük a teknősöket. És ugye itt is általában minden gyerek bevállalja, illetve mondjuk azt, hogy a sáskákat is, a rovarok, ugye a lepkéket is, ezeket is minden gyerek kipróbálja, az is, aki előtte szinte retteg, ők is meg bevállalják azt a kockázatot, hogy kipróbálják, és ezután szinte annak, aki annyira megszereti, hogy már utána otthonra is volt olyan, aki szólt, hogy már ők szereztek be otthonra maguknak, úgyhogy meghoztuk a kedvet. <laughs> A tárlat idei érdekességeit Zavodnik János mutatta meg stábunknak. Az élményszerű, magával ragadó tárlatvezetés közben több érdekes lepkefajjal és különleges tulajdonságaikkal ismerkedhetnek meg az érteklődők. Nagyon sok visszatérő vendégünk van, szinte van, aki évente többször visszajön. Rengeteg ugye új bogárral, rovarral bővült a kiállítás, vannak új lepkefajok, illetve az ásványos rész is bővült, illetve emellett ugye az élő lepkék és az élő sáskák is ugye új fajokkal gazdagodtak, és őket is ugye kézbevéve a vendégek ugye nagy örömére meg lehet ismerkedni, illetve van még egy szakállas agámánk is, ugye ő is sokaknak a kedvence, illetve a teknősetet is, ugye az is folyamatos látnivaló amit érdemes tudni, hogy a Herkules bogár, ugye ők a világ legnagyobb méretű bogarait képviselik, illetve az összes, ugye ők az óriás bogárformák formák tartoznak, mi inkább orszarú bogárként ismerjük őket, viszont ők nekik is lenyűgöző forma is ö, méret méretviláguk van ugye nagyon sokakat már maga a mérete megfog, és nem is nagyon szeretnének vele találkozni élőben. Egyébként ezek ugye trópusi, inkább ugye dél-amerikai fajokról van szó, illetve Ázsiai és Afrikában ilyenek, ilyen nagy méretű bogarak. Itthon Magyarországon sajnos ilyennel nem lehet találkozni. Ők cincérek, ők eddig nekem egyébként nem voltak a szívem csücskei, viszont most a méretek miatt ők is hatalmas nagy kedvencek lettek, és őket is úgy gondoltam, hogy most már itt az ideje, hogy ők is ki legyenek állítva, és bemutatásra kerüljenek ezek a szép méretű cincérek is. Az udvarról egy másik épületbe belépve ásványkiállítást tárul a szemünk elé, ahol elsősorban a hazai ásványokkal találkozhatunk, de külföldről származó természeti kincsek is gazdagítják a látványt. Az UV aktív ásványokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők egy különleges bemutató formájában. Az ásványok is folyamatosan bővülnek, keresünk új lelőhelyeket is, illetve a régieket is látogassuk. Folyamatosan mondjuk azt, hogy próbálunk olyan ásványokat beszerezni, ami a látogatókanak a, a, látogatókat a szépségükkel megfogják. Viszont nagyon fontos az, hogy ezt látják is rajtunk egyébként a látogatók, hogy ezt örömmel csináljuk, és éppen ezért őket is sokszor rá lehet arra venni, hogy akár megkedveljék ezeket, sőt, akár a gyűjtési szenvedélyüket is ugye, elő lehet csalódni élményekkel, nagyon szép emlékekkel és gyakran félelmünk leküzdése után távozhatunk a tokai lepke és ásvány kiállításról, ahová, ha visszatérünk, mindig találhatunk valami újdonságot.